A NAV hála az informatikai fejlesztéseknek ma már nagyrészt elektronikusan kommunikál az ügyfeleivel. Az adathalászok pedig ezt próbálják meg kihasználni. A csaló e-mail és SMS értesítések gyakran tartalmaznak tegező megszólítást és egy linket, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz vezeti. Az adathalászok itt előszeretettel kérik a bankkártyák hátoldalán található háromjegyű CVV vagy CVC kódot. Ha valaki ezt megadja, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le a számlájáról. Ügyfélkapus adatokat pedig kizárólag a nav.gov.hu vagy a magyarország.hu oldalon adjunk meg, ha a webcím HTTPS kezdetű, ami azt jelenti, hogy biztonságos a weboldal. A csalók általában úgy alakítják ki ezeket a honlapokat, hogy nagyon hasonló ahhoz a bejelentkezési felülethez, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, vagy pedig az ügyfélkapus rendszer használ. Azonban a webcím árulkodó lehet, hiszen a www.nav.gov.hu oldalon, vagy pedig a magyarország.hu oldalon lehet legitimen bejelentkezni ezekre a felületekre. Hogyha nem ezt látják az adózók, akkor jobb, hogyha gyanút fognak. Nagyon sok esetben találkoztunk már olyan adózóval, aki esetlegesen már megadta ezeket az adatokat. Érdemes ilyen esetben akkor letiltani a bankkártyákat, vagy pedig feljelentést tenni a rendőrségen. A szakemberek kiemelik, a NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A többletként jelentkező tételekről pedig ügyfélkapun keresztül, illetve postán adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket.